Sokan részt vettek a tájékoztató előadáson, ugyanis a termelők számára ismeretlen az új elektronikus rendszer és annak működése. Az e-agrár tavasztól kerül bevezetésre, és minden mezőgazdasági termelőnek regisztrálnia kell majd. Szerintem egyszerűbb lesz a munkánk. Mi főleg organikus termelőként még egy kicsit bonyolultabb a Trezor felé a bejelentésünk, és ettől azt várjuk, hogy egyszerűbb lehet a papírmunka, mondjuk így, ami ezentúl nem papírmunka. Az e-agrár rendszer kezelésének az alapfeltétele, hogy a gazdaság hordozója regisztrálva legyen az EU Prova közigazgatási oldalra, amihez mindenkinek rendelkeznie kell e-mail fiókkal. Az EU Prova felületére való bejelentkezés az e-agrár kezelése céljából két módon lehetséges. Kétféle belépési mód lehetséges, attól függően, hogy a gazdának melyik felel meg jobban. Aki kezeli a mobiltelefont, okostelefont, annak egy applikációt le kell tölteni, és azon keresztül tud majd belépni. Akinek nincs okostelefonja, az pedig a rendőrségen elektronikus aláírást kell, hogy igényeljen a csippes igazolványára, és majd annak a segítségével tudja alkalmazni az e-agrár honlapot. Azoknak a termelőknek, akik a mobiltelefonos alkalmazást választják, igényelniük kell egy azonosító számot a szerb állami kincstártól, a postán vagy a mezőgazdasági szakszolgálattól. Azoknak a mezőgazdászoknak, akik inkább számítógépükön keresztül intéznék gazdaságok ügyeit, a rendőrségen elektronikus aláírást kell kérniük, amelyet a személyi igazolványok csípjében tárol majd a rendszer. A regisztrációt mindkét esetben március közepéig el kell végezni.